Álljunk fel, testvéreim, imádkozni és igét olvasni. Mennyei Atyánk, magasztalunk téged, amiért vágyat oltottál szívünkbe arra, hogy hallgassunk téged, hogy veled töltsünk most legalább egy órát. Köszönjük néked, mert minden jó adomány tőled van, ez a vágy is, ez a törekvés is, és köszönjük, hogy megadtad egészségünknek, lelki egészségünknek is azt a mértékét, mely lehetővé tette, hogy eljöjjünk ide, ahol annyiszor meggazdagítottál már bennünket elveszíthetetlen értékekkel. Ezeket kérjük most is tőled, a te igéd által, és az által, amit sugalmazol az ige magyarázatában. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és fogadd el hálánkat, ami Urunk Jézus Krisztusunk érdeméért. Amen. Az az ige pedig, amelynek alapján szeretném hirdetni Istenünk üzenetét, a Máté evangélium a 26. fejezetében található, a 36. verstől a 40. versig. Rövidítve is elmondom, Máté 26.36-tól kezdem a tulajdonképpen ismerős ige olvasását. Akkor elbent velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Egy kisé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: ennyire nem tudtatok virasztani velem egy órát sem. Mennyei Atyánk, könyörgünk hozzád, adj üzenetet számunkra, időszerű, bennünket érintő üzenetet ezekből az igékből. És már most arra kérünk, hadd hallgassuk úgy igédet, hogy közben szülessenek bennünk elhatározások, hogy másképpen, komolyabban fogunk hozzáállni a veled töltött kapcsolatainkhoz. Amen. Azt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy csak egy órányi időnket kéri az Úr Jézus. Hozzátehetnénk azt is, hogy naponta, hisz azon a napon kérte, máskor is töltöttek vele, de most különösen kéri, és amiért ezt leíratta velünk a Szentlélekkel, az nem véletlen volt. Azért, hogy ma is üzenet legyen ez a csak egy óra. A csak az általában egy bizonyos mennyiség elé kerülő kifejezés, ami korlátozza azt a mennyiséget. Általában így használjuk, mint egy korlátozást. Csak egyet, nem többet. Egy. Még az óvodás gyerekek is ezzel kezdik a számolást. Ennél kevesebb mondjuk általában nincs. Most nem felezzük, vagy negyedeljük, egy.
ennyit kért Pétertől és a Zebedeus fiaktól, legalább egy órát virasszatok velem. A napot az Úr Jézus idejében, meg még továbbra is évszázadokig órákban mérték, nem percekben. Ő maga mondja már, más összefüggésben ugyan, de mondja, nem 12 órája van-e a napnak? Legalábbis a Károlyi Bibliában így van, az új már értelmezi, avagy nem 12 órája van-e a nappalnak? Tudnék, azt nevezzük napnak, ami a sugárzó nappal együtt tölthető a világosság idejét. Na most ebből kér egy órát az Úr. Tehát csak a legkisebb részt kéri. Órában mérve ennél kevesebb már nincs is. Még ennyi időt sem szánnak a korabeli, hozzáteszem, és talán a nem korabeli tanítványok is arra, hogy az Úr Jézussal töltsék, ne mással és ne másokkal, ne más személyekkel és ne más ügyekkel, csak egy órát. Minősíthette volna bővebben is a tanítványok ilyen hozzáállását az Úr Jézus, tévedés ne essék, nem én magamért vállaltam a megváltás munkáját, hanem ti érettetek. Hát nem tudtok, nem akartok részt venni ebben? Nem akartok segítségemre lenni? A magatok érdekében. Én egész életemet készülök föláldozni, értetek? Vállaljatok legalább egy órányi szolidaritást velem ebben a legnagyobb és legnehezebb munkában. Emberfia is volt az Úr Jézus, nem csak Isten fia, vért verejtékezett, így szoktuk rövidítve mondani a Szentírás ama feljegyzését, hogy mit jelent a kereszthalál. Neki ezt még neki is meg kellett harcolnia, mert nem olyan főpapunk van, írja a zsidó levél, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. De Jézus most tőlünk kérdezi, tudtok-e velem virasztani egy órát? Naponta, vagy legalább vasárnaponta. Hát, ha meghallják azok is, akik a képernyők előtt ülnek. Csak egy órát. Csak. De Jézus most tőlünk kérdezi, tudtok-e az én ügyemmel foglalkozni naponta egy órát? Gondoljunk csak azokra az eseményekre, áhítatainkra, csendes óráinkra, amikor elalszunk, vagy alszunk az ige felett és helyett. És akkor az Úr Jézus csöndesen megkérdezi, és újra jusson eszünkbe, amikor majd ezt az igét olvassuk folyamatos bibliaolvasásunkban, vagy bármikor, hát csak egy órát sem, hát ennyit sem. Még az is lehetőség, hogy itt ülünk testileg, aztán fölrezzenünk az amenre. És akkor döbbenünk rá, hogy na de miről is volt szó?
Mit jegyeztünk meg? A hallottakból. Megjegyzésünk az van. Jó volt, vagy gyengécske volt. De mit jegyzünk meg? De mi volt a jó? Talán amikor már hazafelé megyünk, buszon vagy épp a kocsiba, na, mit jegyeztél meg? Hogy akkor? Én otthoni áhítatainknál szoktam kipróbálni, és bizony van úgy, hogy estére már a reggelit kérdezem a feleségemtől, vagy ő tőlem. Ja, hogy is, még erről is volt szó. Aztán egymásnak eszébe juttatjuk. Olyan jó lenne, ha ezt juttatnánk eszébe egymásnak. Mert ez a maradandó érték, amire érdemes emlékezni. És ezekből az emlékekből élnünk érdemes csak igazán. Az Úr Jézus azonban csöndes kérdése után sem szitta a tanítványait. Ezt olvassuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Én már ezt az atyával elintéztem. Már megbeszéltem. Már megállapodtunk. Már egységre jutottunk. Már teljesen elfogadtam, hogy ne úgy legyen, amint én akarom. Én, mint ember, szeretnék megmenekülni ebből a szenvedésből, de legyen meg a te akaratod, mert mindig a nálam magasabb rendű akarata a jobb. Ezt akarom elfogadni. Egyedül, teljesen egyedül kellett elvégeznie az Úr Jézusnak megváltásunk művét. Csak keresztje és tövis koronája, amellyel ezt elvégezte, csak ez volt az övé. Erről ír Stanley nyomán valaki ismeretlen, de olyan lényegbe vágó dolgokat, amelyeket megjegyeztem, gyűjtöttem valamikor 1000 számra a gyülekezetek számára is, csak úgy gépírásba a szavalni való, vagy az azokat érdemes verseket, és ez a vers így hangzik. Másé volt a jászol, ahol gyermekfeje földre érkeztekor megpihent. Másé volt a barom, melyen engedelmes hős halálra szántan Jeruzsálembe ment. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a kenyér, mit megáldó keze selyemfüves réten 5000-nek osztott. Másé volt a hal is, mely a kenyér mellé 5000 mosolyjá szétsokszorozódott. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a csónak, amelybe beszállva, Genezáret taván ringatva tanított, és Gecsemánéban másé a kőpárna, amelyen vérgyöngyös homloka nyugodott, de vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a hely is. Kölcsönkért bárányból végső vacsoráját, ahol elköltötte. Másé volt a sír is, mely meggyilkolt testét koponyahely után magába temette. De vérző keresztje,
tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Köszönjük meg, testvéreim, ne csak most, nem már menet közben is mindig, folyamatosan, hogy ilyen megváltunk van. Nem kér sokat tőlünk, csak amennyi telik, amennyi telne, vagy telnék, sokszor csak egy órát, és mérhetetlenül sok időt ad érte, mennyit? Örök életet. Valahol olvastam, hogy valamikor Aragóniában meghalt a király, és a híres herceget keresték fel, hogy ő legyen a király helyette. De előtte vadászaton volt, és annyira elfáradt, hogy azt mondta az embereknek, hogy engem most ne ébresszenek fel, mert aki felébresz, bárki legyen, az azt kerékbe töretem. Elmennek a királyhoz, de mindjárt eszükbe jut a rettenetes ígéret. Hát, ha nem lehet felébreszteni, akkor mást választunk királynak. A történelem úgy jegyezte fel, hogy ezt a herceget, hogy aki elaludt egy királyságot, átaludt egy királyságot. És most próbáljuk ezt alkalmazni, amikor mi az Isten országának a királyságát átalusszuk talán egy óra alatt, mert talán épp akkor akart megszólítani bennünket az Isten. Éppen akkor. Jöjj velem, jöjj hozzám, gyermekem, ahogy Ésaiás mondja, neveden szólítalak, enyém vagy. Jézus azonban legtöbbször, még ma is, nem csak a maga számára kér egy órát. Például a bocsánatot miért adja nekünk? A mi atyánkba elmondja, múlt vasárnap éppen utaltunk rá itt az Árpáddal, hogy továbbadjuk. Nos, nálunk letesz egy órát, hogy ezt adjuk tovább azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Igen. Szent Ágoston még megtérése körül, környékén, mint fiatal megtért ember elhatározta, hogy egy óriási gyertyát visz Máriának. És hát, amikor meggyújtotta, akkor egy hangot hall belülről. Ne gyertyát hozzál nekem. Hát mit? Az idődet hozd nekem. Mert nálad időt tettem le, nem csak a magad számára, hanem mások számára is. Akkor értette meg Ágoston nem csak az életének, pénzének, kenyerének egy darabjára tart számot Isten, hanem az idejének egy-egy darabjára is. Nem csak a régi Ágoston idejének egy-egy darabjára, hanem az én időmnek, meg a te idődnek egy-egy darabjára, hogy ezt továbbadjuk azoknak, akiknek még ennyi idejük sincs a maradandó dolgokkal foglalkozniuk. Istennek van nálad mások számára letett kenyere, pénze, ideje. De talán kérdőmondatként is feltehetném, van-e ilyen értéke a mások számára nálad az Istennek?
De hadd beszéljek most egy másik óráról, hogy mit ígér egy óra alatt a Máté 20 első 14 versében. Ezt. Mert hasonló a mennyek országa a gazdához, aki jókor reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Miután pedig a munkásokkal egy dénár napszámban megegyezett, elküldte őket a szőlőjébe. Mikor 3 óra tájban kiment, látott másokat, akik a piacon tétlenül álltak, és így szólt nekik: menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig kimentek. 6 és 9 óra tájban ismét kiment, és talált másokat, akik ott álltak, és azt mondta nekik: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok így feleltek neki: mert senki sem fogadott meg minket. Ő azt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőbe. Amikor pedig beesteledett, így szólt a szőlő ura az ő vincelieréhez: ez. Hívd elő a munkásokat, és fizess ki a bérüket, az utolsóktól kezdve az elsőkig. Ekkor eljöttek a 11 órások, és fejenként egy-egy dénárt kaptak. Mikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, ám ők is egy dénárt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és azt mondták: ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és te egyenlővé tetted őket velünk, akik a nap terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig egyiküknek így felelt: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Hát nem egy dénárban egyeztünk meg? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint nektek. Az Úr Jézus itt Isten országáról, királyságáról, magáról, az atyáról beszél. Mit ígért, most így mondjuk, egy óráért, egy óra hossza szolgálatért? Ha valaki elkényelmesedik, és halogatja elépést, a megtérést, vagy a visszatérést, mert ilyen is van, nem biztos, hogy épp az utolsó órája lesz alkalmas erre, ha halogatja, várja. Nem tudhatta például az a 3, 26, 29 és 35 éves munkás, aki épp a múlt hét szerdáján egyik miskolctapolcai hegyoldalban egy pince bővítésén dolgozott, és váratlanul rájuk szakadt a pince teteje, mert fölötte egy több tonnás óriás szikla kimozdult a helyéből. Eltűnt az egész pince munkásokkal együtt. Nagy erőfeszítéssel csak csütörtökre tudták a holttesteket kiszabadítani. A barlangi mentők, a bányamérnökök, a katasztrófa védelem igazgatóság munkásai. Nos, vajon gondoltak-e arra? És van-e olyan nap, hogy akár a rádióban, akár a tévében nem hallunk olyan balesetekről, amelyek a közúton vagy máshol történnek emberekkel? Ki tudja, melyik lehet az utolsó órája? Most nem úgy rémlik, hogy a
Vig Józsi bácsi volt, itt lett rosszul a gyülekezetbe, és nem tért magához, elment. Na és mi a biztosíték arra, hogy egyáltalán épségben haza tudsz érni? Vagy más közbe jöhet? Nem véletlenül van a közbeszédben is, hogyha valamiről azt akarják mondani, hogy az nagyon biztos, akkor mit mondanak? Ez hold biztos. Ez olyan biztos, mint a halál. Na most, akkor éppen erre a legbiztosabbra nem készülünk fel. Ezt az órát is erre a felkészülésre adja a mi Istenünk. Na de hát, ha nem igazságtalan az Isten? Hát ha egy munkahelyen történne ez, nem jogosan háborodnának fel? Igen ám, hát akkor mi volt a jutalmuk ezeknek? Az, hogy a munkanélküliség gyötrelmétől azonnal megszabadultak, mihelyt munkájuk volt, és már reménykedhetek abban, hogy ez nem ingyen van. Nem egy emberről tudok, most nem sorolom a példákat, akik öregkorukban tértek meg, és egyetlen dolgot tudtak igazán sajnálni. Kitalálhatjátok, hogy nem korábban, hogy csak egy órát tölthettek talán, vagy egy napot, vagy egy évet, mert milyen jó lett volna. Egyik énekünk valamelyik középső verse így sóhajt vissza, bár jönnének újra vissza kárba veszett éveim, Jézusomnak hőn szolgálni törekednék híven én. Nos, ez a törekvés, ez a csodálatos lehetőség megadatik mindazoknak, akik itt hallgatják az igét, és mindazoknak, akik a képernyők előtt hallgatják az igét. Ez az Isten szent, igazságtalan igazsága, mert ő elsősorban nem igazság, hanem szeretet. Így írja János apostol róla, az Isten a szeretet. De van a Bibliában is, és ezzel fejezem be, olyan ember, aki nem csak hogy az utolsó órájában, az utolsó percében adta át az életét Jézus Krisztusnak. És akkor az az ige teljesedett be, hogy az utolsókból lesznek elsők, az elsőkből pedig utolsók. Ki volt az első, aki bejutott a mennyországba? Még az nap, amikor az Úr Jézus meghalt. Én így nevezem a rövidítés kedvéért a ballator. Aki elismerte, mi ugyan méltán szenvedünk, ez pedig semmi méltatlan dolgot, semmi bűnt el nem követett. Mi megérdemeljük. Ő nem érdemelte meg. És ezt a hitvallást, ezt az utolsó hitvallást így értékeli az Úr Jézus. Senki másét nem értékelte így. Döbbenetes. Még ma velem leszel a paradicsomban. Amen. És csak egy utolsó fél perc, hogy mi van késő, meg mi nincs. Emlegette itt Miklós bácsi, Vig Józsi bácsit. Az a jó ő benne, hogy ő elkészült. Bár biztos, hogy váratlan volt valahol az mindnyájunk számára, akik átélték ezt, mégis az volt a jó benne, hogy békességgel éltük meg ezt, hogy ő elkészült.
A másik csak, hogy mi van késő és mi nincs, lehet vita téma ez, csak emlékszem egyszer Opauszki Gyuri testvérem, a Kiskörösi Szeretetháznak a vezetője mesélte, hogy megkereste az otthon legidősebb tagja, 99 éves volt, hogy ő házasodni szeretne. És hát tényleg meg is történt ez, 99 éves volt, az ifjú arra volt 80-valahány éves, és éltek együtt még 3 évet. Na most nem egyet, hanem 3-at. Hogy késő volt, vagy nem volt késő, hogy helye van, vagy nem, nincs helye, ők nem egyet kaptak, 3-at. Úgyhogy, hogy mi van késő, ehhez mérten érdekessé teszi a kérdéseket.